Csodálatos helyen vagyunk. Örülök, hogy kicsit megszokottuk ezt a felkészülést ezzel a kirándulással. Azért utóbbi két nap elég sokat edzettünk, megvan a fogva a lábak eléggé. Úgyhogy nagyon jól esik ez a kis buszozás, kirándulás. Tényleg nagyon szenzációs tájakat látunk, és komolyan. Nagyon sajnálom, hogy ez nem tartozik Magyarországhoz, nagyon szép helyen vagyunk. Én úgy gondolom, hogy olyan látványban volt részük, ami azért egyedülálló. És hát eljutottunk a 1000 éves magyar határig, itt a Békásszorosnál, és hát nem baj, hogyha ez a generáció is tud erről valamit, és talán egy picit érzelmileg is megérint őket, és azt hiszem, hogy ez a 15-20 perces séta és a látvány maga, az kárpótolta őket azért, hogy esetleg nem lubiszkolhattak a sós vízbe, a szállodába, de majd visszamegyünk, és akkor ezt pótolhatják. Én remélem, hogy ők jól érzik magukat, de ezt tőlük kell megkérdezni. Földrajztanárként esetleg meséltél nekik az úton, idevezető úton valamiről, így a helyről? Én már egyszer-kétszer a külföldieknek igyekeztem elmagyarázni, mert nem tudták hova tenni, hogy mi az, hogy Magyarország, hogy itt magyarul beszélnek az emberek, és megpróbáltam nekik lerajzolni, hogy valamikor a történelem során volt ennél a magyar nemzet nagyobb is, mint amilyen most közvetlen Magyarország, és próbáltam nekik elmagyarázni Magyarország ezen a képzeletbeli térképen, kővel rajzoltam le, meg papírra, hogy körülbelül ez hogy nézhetett ki. Talán ennyiben ők is többet lesznek, amikor majd hazamennek innen tőlem. Örülök, hogy tényleg nem csak a edzésprogram van ebben a hétben, hanem van meg a kirándulás is.